A Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentése szerint magas koncentrációban van jelen a levegőben a csalán és kenderfélék pollenje. Valódi bajban viszont azok vannak, akik a parlagfűre allergiások. A gyomnövény általában augusztus végén, szeptember elején tetőzik, de a pollen szemek az első fagyokig jelen lehetnek a levegőben. Ilyenkor az sem mindegy, hogy mit eszünk. Vannak bizonyos anyagok, amelyek képesek más anyagot helyettesíteni vagy utánozni, ami az allergiás tünetek megjelenését eredményezheti. Ennek hátterében az anyagok kémiai szerkezetének hasonlósága áll. Az egyik leggyakoribb és talán legismertebb a görög dinnye parlagfűkereszt allergia. A pollenallergia egész évben okozhat panaszt a betegeknek. Jelenleg most a parlakfűnek a szezonját érjük. A parlagfűnél a keresztalergiával kapcsolatban a legtöbb embernek a görögdínyének a fogyasztása jut eszébe. Ezen kívül egyébként a cukkini, az uborka, esetleg a banának a fogyasztása is okozhatja a tüneteknek a fokozódását. De egyébként a nyírfa pollennel kapcsolatban gyakrabban beszélhetünk ételkereszt reakcióról. Ott viszont nagyon sok Féle gyümölcs, akár olajos magvaknak a fogyasztása, vagy akár néhány gyökérzöldségnek, mint például az ellennek és a répának a fogyasztása és fokozhatja a panaszokat. A pollenallergia tünetei tipikusan a tüsszögés, orfolyás, könnyezés, szemviszketés. Hollen étel kereszt allergia esetében egy adott étel elfogyasztásának hatására nem ezek a tünetek fokozódnak, hanem a szájüregben lép fel először allergiás válasz. Kialakulhat viszketés a szájüregben, ajak vagy nyelvtúzzanat, de akár kellemetlen hasi tünetek is jelentkezhetnek. Hasi görcsök, illetve puffadás. Nagy Isten hasmenés, akkor érdemes orvoshoz fordulni, hogyha arra gyanakszunk, hogy valamelyik gyümölcs vagy valamelyik zöldségféle az, ami pluszban még esetleg panaszt okoz. A legkívülbben ezt úgy tudjuk meghatározni saját magunknak, hogyha egy ideig táplálkozási naplót vezetünk, és felírjuk naponta, hogy mi az, amit fogyasztottunk, és mik azok, amiknek a fogyasztása után esetleg fokozódtak a tünetek. Szakértők szerint egy 4-6 hetes étrend, amely nem tartalmazza ezeket a keresztallergén ételeket, már javíthat annyit az intolerancia állapotán, hogy aztán fokozatosan vissza lehessen vezetni az adott élelmiszert a táplálkozásba. Hiszen, mint a dietetikus elmondta, hosszú távon az a cél, hogy kiegyensúlyozott, változatos étrendet kövessünk.